A közösségi élet meghatározói, a civilek, minél több ilyen szervezet van, annál hatékonyabban működhet az adott térség, mondta Filip Sándor polgármester a Vásárosnaményban tartott civil fórumon. A Vásárosnamény is egy olyan 25-28 millió forintot tesz oda éves szinten a civil szervezetek, sportegyesületek támogatására. Tudjuk, hogy ennek a kétszerese, háromszorosa lenne az a forrás, amiből még hatékonyabban tudnánk működni. Épp ezért fontosak az ilyen események, amelyeket megtisztelő módon, hiszen ez megtisztelti számunkra, András mindig ide is hoz a Vásárosnaménybe. Vásárosnamény mellett Nyíregyházán, Gávavencsellőn és Gébernyénben is tartottak hasonló kerekasztal beszélgetéseket, amelyeken a civil szervezeteket érintő aktualitások kerültek napirendre. Itt van mindenki. Itt vannak a polgármesterek, itt vannak a civilek, itt van a térség országgyűlési képviselője, itt vannak a fejlesztési szakemberek, itt van a miniszterelnökség, mert mi így együtt vagyunk egy közösség, aki védőhálót húz a helyi civilek köré. Hiszen számunkra fontosak, hogy ezek a civil szervezetek, akik a társadalom számára nagyon fontos munkát végeznek, minden nap gyarapodjanak, és a helyi szociális, karitatív, ifjúsági és egyéb feladataikat ellássák. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az esemény alkalmat kínált a civilek és a miniszterelnökség közötti személyes kapcsolatfelvételre. Egy olyan tájékoztatón vagyunk itt, ahol a miniszterelnökség főosztályvezetője és munkatársai most a civilekre kíváncsiak, hogy a pályázat benyújtása során, a pályázatok megvalósítása során milyen olyan jobbító észrevételeik vannak, amelyeket egy későbbi kiírásokba be tudnak építeni. Tehát ez, ha úgy tetszik, a mai fórum egy visszacsatolás a támogatott civil szervezetek részéről. Kecskés Péter a miniszterelnökség részéről azt mondta, a civil szervezeteknek évről évre több forrást tudnak biztosítani, mind a nemzeti együttműködési alapból, mind pedig a falusi és városi civil alapból. Olyan forrásokat jelentenek, amelyekből működésre, szakmai programokra, rendezvényekre tudnak fordítani a civil szervezetek, illetve fontos, hogy minden vármegyében van egy civil központunk. Tehát van egy olyan civil szervezet, amely segíti a többi civil szervezetet tanácsadással, jogi tanácsadás, pályázati tanácsadás, könyvelési tanácsadás, és sok minden egyébben annak érdekében, hogy ez az ingyenes szolgáltatás ez hozzájáruljon az adott civil szervezetek működéséhez. És az ilyen beszélgetések meg ahhoz segítenek minket is hozzá, hogy elmondhassák a civil szervezetek, hogy milyen problémáik vannak, milyen gondjaik vannak, a pályázati rendszerrel kapcsolatos észrevételeik elmondhassák, illetőleg, hogy mit tudjunk tájékoztatást adni arról, hogy milyen nagy projekteket szervezünk. Ezek közül a főosztályvezető kiemelte a vezetőképző workshopok szervezését, valamint a középiskolásokat célzó programokat, illetve felhívta a figyelmet, hogy már több egyetemen egy szemeszteren át lehetőség van arra, hogy a fiatalok közelebbről is megismerkedhessenek a civil szervezetek működésével.